A Sátoralja új helyi völgyszínház egyik legfontosabb célja, hogy a páratlan kilátás mellett érdekes helyszínként szolgáljon többek között olyan szórakoztató programokhoz, mint amilyen a hétvégén várta a családokat. A Debreceni immáron 25 éves kuckó művésztanya közvetlen előadás módjával a mesevilág egyik másik darabját hozta el az érdeklődőknek, felfordulás három felvonásban motójegyében. Először még nagyon lelkesek voltunk, hogy ú, gyerekek, majd online próbálunk, meg minden, de legtöbbből káosz lett, meg technikai problémák sorozata, aztán egy hónap után feladtuk. Ez nem, nem tudott nekünk működni. Azon kívül a gyerekek, az én unokáim, ugye a szülők, a társulat tagjai, és állandóan bekiabáltak, hogy szia mama, nézd meg, most ezt játszom, most ezt rajzoltam. Úgyhogy inkább egy ilyen káoszos családi után volt minden próba, úgyhogy abba hagytuk. Sokkal inkább örülnek a személyes találkozásnak. A társulat számára nehéz volt a Covid időszak, mert hiányoztak nekik a gyerekek és a gyermek lelkületű felnőttek. Ben az évben vagyunk 25 évesek. Tavaly Óriási, ú, 25 év, majd csinálunk ilyen-olyan nagy bulikat, meg milyen jó lesz, szányszor megünnepeljük, és hol, és nem nagyon lett belőle semmi, mert a tavalyi tavaszunk azzal telt, hogy húzgátok le a naptárból a meghívásokat. Ősszel aztán egy kicsit levegőhöz jutottunk, néhány szüreti fesztiválra elmentünk, olyan falvakba, akik megmerték rendezni, mert a lakosság száma mondjuk 96 volt. Aztán jött a tél, meg jött a többi, és nem baj a gyerekek, hiszen egész évben 25 évesek leszünk, majd megünnepeljük valamikor. És most még mindig úgy tűnik, hogy nincs meg az időpont, mert hiába vártuk és reménykedtünk abban, hogy végre kiszabadulunk, Mégis olyan váratlanul ért bennünket, és jött a sok meghívás. Így most a 25 éves jubileum annyitást követően arra ad majd lehetőséget, hogy szinte minden alkalmat ünnepi eseményként éljenek meg a társulat tagjai, és velük a közönség is.